Február 29-én Prágában találkoznak a Visegrádi Négyek parlamenti elnökei. A tárgyaláson részt vesznek az ukrán parlament képviselői is, közölte a cseh képviselőház elnöke Markéta Pekarova Adamova szóvivője kedden Prágában. Martin Sorevi elmondása szerint a tanácskozás egyik központi témája az orosz agresszió által sújtott Ukrajnának nyújtandó támogatás folytatása lesz. A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák parlamenti elnök, Legutóbb tavaly februárban találkozott Szlovákiában. Csehország tavaly júliusban vette át egy évre a Visegrádi csoport soros elnöki tisztségét Szlovákiától. A cseh elnökség programjának egyik legfontosabb pontja Ukrajna támogatása. Tavaly novemberben a négy visegrádi ország államfője találkozott Prágában, az idén pedig egy kormányfői és egy külügyminiszteri csúcs találkozó szerepel a cseh tervekben. Az Eurostat 2023. december 31-i adatai szerint több mint 4 millió ukrán állampolgár rendelkezett ideiglenes védelmi státusszal Európában a 2022. február 24-i orosz invázió következtében. A legtöbb ukrán menekültet Németország, Lengyelország és Csehország fogadta be. A menekültek száma három EU tagországban csökkent, mégpedig Olaszországban, Franciaországban és Lengyelországban. Az Eurostat azt is megállapított, hogy egyes EU tagországok lakosságához képest 2023. december végén, ezer főre számítva, ideglenes védelmet a legtöbben Csehországban, Bulgáriában, Észtországban, Litvániában és Lengyelországban igényeltek. 2023. december 31-én az Európában átmeneti védelemben részesülők több mint 98 át ukrán állampolgárok tették ki. Közülük a felnőtt nők a menekültek 46,2, Százalékát, a gyermekek 33,2%-át, a felnőtt férfiak pedig az ukrán menekültek több mint 20%-át tették ki. A kormány kedden Donbass régióban tartotta meg ülését. Megvitattuk az állam fő prioritásait 2024-ben, többek között Ukrajna az orosz megszállókkal szembeni védelmét és a hadsereg megerősítését, jelentette be Denis Mihály kormányfő. Az első cél az ukrán védelmi ipar innováción és technológián alapuló megerősítése. Védelmi politikánk második célja az erős védelmi vonalak kiépítése. Harmadik célunk a bürokratizmus megszüntetése a hadseregben, hangsúlyozta a kormányfő. Smihál köszönetet mondott Ukrajna védőinek és azoknak, akik a hadsereg támogatásáért dolgoznak. Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten megalakult Ukrajna Ipari és Védelmi Bizottsága a minisztériumok és intézmények, a védelmi vállalatok és a szakértői környezet munkájának koordinálására. Az első ülést már megtartották, de a részleteket nem hozzák nyilván. Vano Sagro Alexander Szirszki, az ukrán fegyvereserők főparancsnoka, a CDF német csatornának adott interjújában elmondta, véleménye szerint Oroszország Ukrajna elleni háborújában a harci cselekmények új szakaszba léptek. A tábornok elmondása szerint a modern technológiáknak köszönhetően a parancsnokok, a katonai irányítás szinte minden szintjén láthatják a harcteret. Ha korábban a lövészárokból vagy megfigyelő állásból a harctér korlátozott részeit láthattuk, most most teljes képünk van a harci cselekményekről és még sok minden másról, mondta Szirszki. Hozzátette, hogy a háború jelentősen megnöveli a technológiai fejlődés jelentőségét a fegyveres erőkben és a harcok folyamatában. Már alkalmazzuk a földi robotplatformokat, távvezérlésű modulokat, amelyek lehetővé teszik a katonák életének megőrzését. Más szóval, a háború új szakaszba lép, összegezte Alexandr Szirszki. A hagyományoktól eltérően nem színházi előadással, hanem mozi estel folytatódott. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a házasság hete alkalmából szervezett programsorozata. Az Ortotai Elemér Görög Katolikus Kollégiumban több mint húsz házas pár gyűlt össze, hogy megtekintse Mihály Gazda, lengyel rendező, a Szeretet Gyógyító Ereje című romantikus drámáját. Az Egyesület egyik fő feladatának tartja, hogy lehetőséget biztos a közösségi élet megerősödésére. Ezért szerveznek olyan programokat, ahol a tagcsaládok megoszthatják tapasztalataikat, élményeiket, ezáltal is segítve egymást. Az Egyesületben ez már egy ilyen kialakult hagyomány, hogy ezen a házasság hetén igyekeznek minden több olyan rendezvényben a figyelmet a házasságra fordítani, amit, amit, amire lehetőség van. És igen, a színház az idén nem jött össze, de akkor ehelyett jött az, hogy filmvetítés, mert ez is egy olyan dolog, amit lehet közösen csinálni, vagy sőt, még közösen talán még hangulatosabb is, hogyha egy társaságban nézünk meg egy filmet, akkor az egészen más. Tud lenni, vagy pláne, ha még aztán meg is tudjuk beszélni. Úgyhogy ezt, ezt találták ki a, az Egyesületben, és, és akkor kerestek egy olyan filmet, ami, ami alkalmas, illeszkedik ehhez a héthez, ehhez a témához.